Dadadadám! Sziasztok, hello mindenkinek! Ez itt a Gerilla Karrier Podcast legelső adása. Itt vagyok Perei Viki kolléganőmmel, aki a marketing és operatív vezetőnk, és most felcseréljük picit a szerepeket, azaz én fogok az ő kérdésére válaszolni. Mire számíthattok a Karrier Podcastban? Szeretnénk a tapasztalatainkat, konzultáció során felmerülő tapasztalatainkat nem csak írásos formában megosztani veletek, hanem így kibeszélni. Tervezzük a mentorklubban fellépő szereplő trénereinket, szakértőinket ilyen formában is megkérdezni, hogy a tudásukat, tapasztalatukat elhozzuk hozzátok, úgyhogy interjúkra is lesznek, de nem csak interjúk is lesznek, hanem biztos lesz, hogy én is csak megosztok egy-egy gondolatot. Ez tehát itt a legelső adás, nézzük, mi jön ki belőle, aztán utána folytatjuk sok-sok hasznos epizóddal. Viki, tiéd a szó. Mivel készültél ma? Én is üdvözöllek titeket, és én is nagyon örülök annak, hogy végre elindul nálunk a podcast, és ki más lehetett volna, mint az első vendégünk, mint András. Én azt gondolom, hogy Andrásban olyan karrier eszencia van, amit mindenképpen meg szeretnék egy kicsit nyitni felétek. Úgyhogy az első kérdésem igazából az lenne, egy picit ismerjük meg a történelmedet, hogy mikor is jött létre a Gerilla Önéletrajz, és miért is hoztad létre? Hát figyelj, 1976. december 25-én születtem, úgyhogy ja, itt a szülinapom. De hát a figyelj, Gerilla ugye műhely 2009-ben indult, amikor kiléptem egy múltis állásból, és az volt a küldetésünk, vagy ötletünk, hogy tegyük egy picit hatékonyabbá a magyar munkaerőpiacot, és így az önéletrajz oldaláról fogtam meg. Ugye kezdetben önéletrajzírásra fókuszáltunk, aztán jött az állásinterjú, aztán jött a pályaorientáció, ez ment egészen 2020-ig, amikor ugye elindítottátok az építkezésünk alatt ugye a Gerilla Mentor Klubot, úgyhogy most már nem csak álláskereséssel kapcsolatban segítünk ügyfeleinknek, hanem hogy az álláskereséshez, érvényesüléshez szükséges szaktudást is megszerezzék. Úgyhogy most már ugye látjuk a számokat, azt lehet mondani, hogy sokan inkább vagyunk tréning cég, mint karrier tanácsadó cég, bár a tréninget is ugye a karrier tanácsadás által fontosnak tartott irányba hozzuk el ügyfeleinknek, tagjainknak. Miért érezted fontosnak, hogy az emberek tanuljanak, újabb képességeket szerezzenek még maguknak, így 40 körül is? Hát figyelj, én azt látom, hogy a gondolkodásban, magyar gondolkodásban nagyon az van, hogy a tanulás egyenlő iskola rendszerű tanulás. Tehát OK-s képzések, másoddiploma, harmaddiploma, mindegy, csak valami papírt adjon. És én is így gondolkoztam egész sokáig, utána meg úgy gondolkoztam, hogy majd a munkáltató, ugye még alkalmazott koromban, hogy majd a munkáltató küldjön el tréningre, és hogyha nem küld el, akkor micsoda szemétség, hogy még az én tréningemet sem fizetik. És aztán olyan mikor is, hát már 5-6 éve múlt is alkalmazott volt, amikor rájöttem, hogy basszus, ez az én felelősségem, és elkezdtem felfedezni jó tréningeket, oktatóanyagokat. Amikor elindítottuk a Gerilla műhelyt, akkor rájöttünk, hogy ja, hát marketingeznünk is kellene, de ehhez nem értettünk, és akkor kitanultuk ugye ilyen autodidakta módon, de remek trénerektől, szakértőktől az online marketinget. Most sokan azt mondják, hogy az ország egyik legjobb, nem a legjobb, ez túlzás, de hogy egy vezető színvonalú online marketinget visz a cég, ezt mind ilyen forrásból tanultuk, és ugye ezt szeretnénk megmutatni ügyfeleinknek is, hogy meg tudjátok tanulni azokat a készségeket, amire szükség van ahhoz, hogy elhelyezkedjetek. Legyen az digitális marketing, vagy IT, vagy pénzügy számvitel, vagy projektmenedzsment, ezeket meg lehet tanulni, és ezáltal nagyobb pályamódosítást tud mindenki megcsinálni, anélkül, hogy ugye vissza kellene lépni. Mielőtt még jobban belemennénk abba, hogy mit is ad a mentorklub, egy picit térjünk vissza az aktuális helyzetre, hogy mire számíthatunk most jelenleg a munkaerőpiacon, mit látsz, hogy alakulnak a számok? Hát figyelj, most mondjam azt, hogy én sem tudom, hogy állunk, de a véleményem az, hogy ugye van egy magas infláció, és a tankönyvi közgazdaságtan azt mondja, hogy ha magas az infláció, akkor addig kell fölfelé emelni a kamatokat, amíg a gazdaság be nem gyengül, vagy a gazdaság begyengülése és a munkaerőpiac meggyengítése által az inflációt lejjebb hozzák a közgazdaság politikusok. Ehhez képest ugye még most a harmadik negyed évben is ilyen 4% körül volt a gazdasági növekedés. De én abban hiszek, hogy végső soron a közgazdaságtannak igaza lesz, tehát most még nagyon erős a munkaerőpiac, már azért
az enyhe gyengülés jelei érezhetők. Például a Profession az egy nagyon jó benchmark, az mondjuk 2 hónappal ezelőttig, tehát 2022 júliusáig, augusztusáig olyan 21-22 ezer álláshirdetés volt fent, ami a korábbi színnek a duplája egyébként, és ez a 21-22 ezer szintén 16 ezerig már visszaesett, 16.500-ig. Tehát ez is mutatja, hogy van egy kis gyengülés, de mindig rekordalacsony a munkanélküliség. Vihar előtti csend van, én azt mondom, nem számítok ilyen, én legalábbis ilyen baromi nagy őrült nagy gazdasági válságra, de hogy egy picit meg fog nőni a munkanélküliség, arra számítok. Egyre több ismerősöm kérdezi tőlem, hogy mit tanuljak ahhoz, hogy magasabb legyen a fizetésem, hiszen az infláció megeszi a bérünket. Mit javasolnál, mi lenne az első 2-3 irány, ami felé nyisson valaki ma, hogyha mondjuk egy év múlva magasabb bért szeretne elérni? Én mennék a modern ismeretek felé. Most nem akarok kampány szlogeneket itt elsütni, mert még a végén rosszul értelmezik, ugye ez a előre menjünk, ne hátra jelszóra gondolok, de ez az álláskeresése is, meg a karriermenedzsmentre is igaz. Nagyon sok ember onnan vezeti le, hogy mit szeretne csinálni, hogy mit tanult 10 évvel ezelőtt, vagy 5 évvel ezelőtt szerzett valamilyen papírt, és hogyha már szerzett egy HR-es papírt, akkor igaz, hogy nincs eddig HR betapasztalata, de akkor ő HR irányba akar menni, vagy mit tenni, andragógus végzettséget, vagy bármit. De ne hátra nézzünk, ne azt nézzük, hogy nekem milyen papíromban én mit akartam gyerekként lenni, hanem nézzük azt, hogy milyen irányba megy a gazdaság. És a gazdaság egyértelműen abba az irányba megy, hogy megnő a szerepe a digitalizációnak. Ez alatt nem azt mondom, mindenki legyen IT-s, erről biztos beszélünk majd részletesebben, de a marketing, általános marketing helyett digitális marketing. Az IT-nak annyi szakterülete van, hogy ez pályamódosító ügyfelemnek is remek lehetőségeket kéne. De a gyártásban is most szinte minden a hatékonyság növekedésről, a lean-ről szól. A lean az gyártásban nagyon, nagyon jó előrelépés lehet. Tehát azt nézzük meg, hogy mik a keresett szakterületek, keresett pozíciók, de ezek legyenek újak, tehát keresett és új típusú munkakör. Hogyha ebbe mész, akkor ugye ennek a specialistája leszel, és azt látom, hogy ügyfelem ilyen 30-40-50%-kal tudják könnyedén növelni a fizetésüket, jövedelmüket, még egy jó szintről is. De van, aki dupláz. Én ebbe látom a titkos formulát. Nem titok, hogy a Mentor Klubot úgy fejlesztjük mi is, hogy megkérdezzük az ügyfeleinket, hogy mit szeretnének tanulni, de hogy mi is nézzük, hogy milyen képességeket, készségeket kérnek legtöbbször az álláspiacon. Mik azok a képességek, amik nagyon-nagyon sokszor előfordulnak álláshirdetésekbe, és amit érdemes lenne tanulni? Oké, tegyünk különbséget képesség meg elvárás között, mert ugye tele vannak az álláshirdetések ilyennel, hogy csapatjátékos, önálló, alapos, pontos, precíz, stb. De ezt azért írják bele a munkáltatók, hogyha magadra ismersz, akkor pályázz. De az álláskeresők mit csinálnak? Tele nyomják az önéletrajzokat ezekkel a kulcsszavakkal, hogy pontos, precíz, csapatjátékos, önálló, lelkiismeretes, élethosszígtartó tanulás, ami semmit nem ér. Ezzel hiába írod bárki tele az önéletrajzát ilyenekkel, nem fogják gyorsabban felvenni, mert egyrészt mindenki ezt csinálja, másrészt a munkáltató nem erre kíváncsi. Tehát ezt úgymond nagyjából figyelmen kívül is hagyhatjuk, ne teljesen, akkor pályáz egy állás, hogyha ez megvan benne, de nem ezt kell hangsúlyozni egy önéletrajzban. Miről van szó? Ugye a szakmai, ugye ez az angol erre mondja azt, hogy ez a soft skills. A hard skills kell nézni, tehát a szakmai elvárásokat kell nézni. Tehát meg kell nézni, hogy milyen szoftverismereteket várnak el, milyen speciális gyakorlatot várnak el, és ezt nézze mindenki, és ebből fog tudni jól kiindulni. Tehát, hogyha ott van, hogy agilis projektmenedzsment, vagy termékfejlesztésben szerzett tapasztalat, akkor ha elvégez valaki egy agilis képzést, ami lehet akár egy 2 napos képzés, egy 3 napos képzés, tehát nem kell egy fél éves dologba gondolkozni, akkor már, és ez hangsúlyozza az önéletrajzába, nem csak a legalján, hanem jobb helyen, akkor sokkal gyorsabban el fog tudni helyezkedni. Sőt, hogyha a LinkedIn profiljába beleírja, mondjuk, hogy Agile Project Management, Scrum keretrendszert ismeri, akkor már a LinkedIn-en is fog spontán megkereséseket kapni HR-esektől, fejvadászoktól.
Nyilván az egész profilt egy picit meg kell szerkeszteni, de ezeket a modern szakmai elvárásokat kell nézni, amiből sok van. És mi a trükk? Mondjuk látom azt, hogy agile, lehet, hogy nem is tudom, hogy mi az, rákeresek, és akkor beírom a keresőbe, az állásportál keresőjébe, hogy agile vagy agilis. Hogyha kidob több száz találatot, akkor azt fel kell csillanni a szemem, hogy hú, itt nagy kereslet van, ebbe az irányba érdemes lehet elmenni. Volt olyan ügyfeled konzultáción, akinek ezt javasoltad, és utána sikereket ért el? Mesélnél erről? Volt ilyen? Hát ugye épp ma írt az egyikőjük egy Facebook posztunk alá. Nem tudom, láttátok-e, posztoltam, hogy mi a közös a thai masszázsban, meg a karrier tanácsadásban, és az az üzenet, hogy ugye lehet, hogy mind a kettő fáj az elején, de aztán utána jó lesz. Ugye a thai masszázs is fáj, de hogyha fáj, akkor utána akkor fog igazából segíteni. Lehet, hogy a karrier tanácsadás is ilyen, hogy ha eljön valaki egy négy szemközti tanácsadás, lehet, hogy neki is mást fog mondani, mint amilyen elképzeléssel ő érkezik. Nyilván én az ő céljait akarom megvalósítani, nem az enyémet, de lehet, hogy másképp, mint ahogy gondolja. És Tamás ügyfelem posztolt be, hogy igen, ő is tök így érezte magát karrier tanácsadáson, mert jött ilyenekkel, hogy operatív vezető akar lenni, meg HR-es, meg ilyesmi. Korábban egyébként soft skill trainerként dolgozott, tehát ilyen kommunikációs tréningeket, meg ilyeneket tartott informatikai cégeknél, aztán egy startupnél dolgozott, és mondtam neki, hogy figyelj, jó reggelt, IT projekt management, Scrum, agilis projekt management, jó lehet, mert volt villamosmérnök, tehát ilyen informatikai diplomájuk, az, hogy 20 évvel ezelőttről, de arra már tudtunk építeni, és főleg technológiai cégeknél dolgozott ilyen kommunikációs trénerként, tehát azt mondta, hogy szeretne emberekkel foglalkozni, mondom, figyelj, akkor ne HR-es állásokra pályázz, mert nem ott van a legnagyobb erősséged, ide viszont látok lehetőséget. És aztán nézett is rám, tavaly december 1-én volt a konzultációnk, és aztán március 1-én hívott, hogy 4 cégtől kapott ajánlatot, és Scrum Masterként helyezkedett el. De nagyon sok ilyet tudnék mesélni, hogy ugye ez a mi karrierhack koncepciónk, hogy legyen rá igény, valami modernebb típusú állás legyen, és akkor is, hogyha nem érzed magad 100%-ig alkalmasnak, akkor is el fogsz tudni helyezkedni, ha képzed magad ezeket a gyors tapon, vagy inkább úgy hívjuk, hogy célirányú szakmai képzéseket elvégzed. Nagyon sokan úgy érkeznek hozzánk, hogy valamilyen területbe szerelmesek, és akkor itt mondasz nekik olyan dolgokat, hogy oké, ez egy tök jó irány, de hát lakberendezőből például nincs az országban csak 3 hirdetés. És ez fáj nekik igazából, amikor ezt így megmutatod, hogy az irány, amit elképzeltek maguknak, az nem egy keresett terület. És ilyenkor sokszor jön ez a mondat, hogy bocs, de engem az IT nem érdekel. És igazából fel lehet nyitni az emberek szemét, hogy az IT az nem csak programozást és rendszerüzemeltetést jelent, hanem azon belül már szinte digitális készségek tucatjaira van szükség. Mi a véleményed erről? A jövőben mennyire lesz erre szükségünk még? Oké, két dolog. Az egyik, hogy nem csak az IT-t szoktuk javasolni. Tehát ez egy dolog, amit javaslunk, amire nagy kereslet van. Van még egy jó néhány terület is. De hogyha konkrétan az IT-ről akarnék beszélni, akkor azt mondanám, hogy ugye amikor indítottuk a Mentor Clubnak a prémium moduljait, a prémium moduljaiba tettük be az agilis képzéseket, meg szoftverképzéseket, stb., akkor ugye cégen belül is volt egy nagy ellenállás, hogyha visszaemléksz, hogy András, mi nem informatikusokat képzünk, értsd már meg, a mi ügyfeleink hétköznapi emberek, pénzügyből, logisztikából, innen-onnan jönnek, ők nem informatikusok, és akkor mondtam, hogy figyelj, nem informatikusokat akarok képezni, hanem az egyes szakmába elvárt digitális tudásra akarom őket megtanítani. Tehát, hogyha mondjuk nézzünk egy logisztikust, akkor az SAP ügyviteli rendszert. Ha nézzünk egy pénzügyest, akkor a Power BI report automatizáló meg adatelemző szoftvert. Tehát ugye ezért mondom azt, hogy fejlessze mindenki a digitális készségeit, mert remekül el lehet vele helyezkedni, főleg, hogyha olyat tanulsz, amire nagy kereslet van, és speciális tudás, és egy viszonylag új, de ettől még valaki, aki megtanulja a Power BI-t, nem lesz informatikus, az még egy hosszabb út. Nyilván az informatikusoknak is megvan, hogy ők hogyan tehetik magukat még keresettebbé, például, hogyha cloud technológiákról tanulnak. Tehát én csak azt akarom hangsúlyozni, hogy ha azt mondjuk, hogy informatikai típusú tudást kell tanulni, az nem egyenlő azzal, hogy legyél informatikus.
De hát, hogyha belegondoltok, egy csomó szakmában ott van most már a digitális készségek jelenléte. De még egyszer azt meg hadd hangsúlyozzam, hogy nem csak az IT-ban van kereslet, sok más területen. Általában, hogyha valaki karriert épít, akkor arra asszociálunk, hogy akkor jó egy karrier, ha nem tudom, valami X vezető lettél valahol. De a specializáció az ugyanúgy lehet egy jó karrierút? Mindenképpen. Tehát tegnap járt nálam egy úr, és egy nagy országosan ismert cégnél dolgozik, majdnem értékesítési igazgatóként. Egy szinttel van az értékesítési igazgató alatt, de mondjuk egy senior manager, junior igazgató. És ő mondta, hogy nagyon kemény a munkatempó, tehát ilyen vidéken él, gyakran jár Budapesten, 8000 kilométert vezet, van egy 35-40 fős csapat az országban, és mondta, hogy mikor őt előléptették ebbe a pozícióba, egy menedzseri pozícióba, akkor ő meg volt riadva, nem a feladattól, hanem hogy ez nem biztos, hogy az ő életvitelébe passzol. Tehát a karrier nem csak arról szól, és itt van egy nagy félreértés, lehet, hogy a magyar nyelvben azt gondoljuk, hogy a karrier akkor minél magasabb szintű beosztás, minél magasabb fizuk. A karriernek szerintem az a lényeg, hogy passzoljon az ember igényeihez. Tehát ami az ő családi állapota, magánállapota, ami az ő elképzelése, anyagi igénye, ezt támogassa. Sok embert azt támogat, hogy ő egy szakértői pozícióban csinál karriert. Szakértői pozícióban nincs beosztása, de fejlődik, megy előre, keresett tudása van, kereshet annyit, sok szakértő keres annyit, mint egy nagyobb csapatot vezető. Tehát a karrier alatt sokkal inkább értem ezt, hogy legyen az egyének megfelelő, és azt látom egyébként, hogy nagyon sokan nagyon szép sikereket érnek el ebbe, akár a barátaim között is. Ha valaki ezt megérti, akkor hogyan induljon el ezen az úton? Mit tegyen először? Mit tanuljon legelsőnek? Vagy csak, hogy adatelemzéssel akarok foglalkozni, akkor mi az én utam? Mivel kezdjem? Oké, azon túl, hogy csinálok vagy amellett, hogy egy pályaorientációt, ugye a pályaorientációnak két fontos dolga, hogy mire van kereslet, meg mi az én szakmai erősségeim is. Hiszen ott tudom azért magamat eladni, ahol valamit előnyt mégiscsak hozok a munkáltatónak, még akkor is, hogyha számomra egy új terület. De amit megnéznék, vagy nagyon sok szakember inkább azt mondom, hogy azért nem tudja meghatározni, hogy mi is legyen, vagy hova vigye tovább a pályafutását, mert sok munkakörről nincs tudomás, hogy mit is csinálnak ott az emberek. Ugye mindenki elmélyülten dolgozik egész nap, de azt, hogy mit csinál a szomszédszobába, vagy a egy emelettel lejjebb a kolléga, még saját cégén belül arról sincs sok ismerete. És erre mondta Steve Jobs, hogy aki nem szerzett több tapasztalatot, valahogy így fogalmazott egy előadásában, they don't have enough dots to connect, tehát nincs elég pont, amit össze tudnak kötni, hogy kitalálja, hogy mi is legyen az, ami szeretne lenni. Tehát ilyenkor azt javaslom, hogy figyelj, tanulj, de ne ilyen hosszú féléves képzésekre iratkozz be, hanem akár olvas szakmai könyveket, menj el egy-kétnapos konferenciára, és várd azt az érzést, amikor így a zsigereidbe így megjelenik, hogy hú, ebbe van valami, hogy most nyomon vagyok. És ehhez lehet, hogy tanulni kell, 4-5 különböző területbe is bele lehet kóstolni, és akkor fel fogod ismerni. Ugye én pénzügyi középvezető voltam annak idején, de tudtam, hogy saját lábra akarok állni, és akkor valahogy így az online marketinggel kapcsolatban jött szembe egy-két cikk, utána vettem egy-két oktatóanyagot, és akkor volt ez az érzés, hogy hú, ez nagyon izgalmas. Ugye az én pénzügyi vénámmal, hogy itt mérhetőek az eredmények. A Google Ads-ről olvastam egy tananyagot, hogy itt kulcsszó keresővel rá lehet keresni, hogy mit is keresnek igazából az emberek, milyen kulcsszóra keresnek rá leggyakrabban. Hú, akkor ez már segíthet abba, hogy olyan irányba fejlesztünk valamilyen terméket. Tehát nekem ez volt az első dolog, és ott éreztem meg például az online marketinggel kapcsolatban ezt az érzést. Tehát nézd meg, csinálj egy kis pályaorientációt, de azért is érdemes tanulni, vagy akár az ismerősökkel is beszélgetni, hogy figyelj, te mit is csinálsz a munkádban, mesélj már róla, ne azt kérdezzük az ismerősöktől, hogy figyelj, nem tudsz egy állás, hanem mesélj a munkádról, mivel telik egy napod, hogy néz ki, milyen szoftvert kell hozzá tudni. És akkor így tudják az emberek szerintem sokkal inkább meghatározni, hogy hogyan is menjenek tovább.
Igen, nagyon-nagyon kevés ember életútjára látunk rá. Körülöttünk lévő 5-6 ember életútját ismerjük, és igazából nem látjuk a nagy képet, és ezért nagyon nehéz jól dönteni, hogy mi az az irány, ami felé halad a világ, amiben mi is jól érezzük magunkat, és amiből meg is tudunk élni 10 év múlva. Ha te visszanézel az elmúlt 10-15 évvel karrieredre, akkor ebből mi az, amit másképp csináltál volna, mi az, amit ugyanígy csinálnál, mi az, amit most már másképp gondolsz, hogy nem jó döntés volt, vagy éppen nagyon jó döntés volt? Figyelj, amit másképp csinálnék, hogy ezt a karrier hack típusú elvet, hogy mi az, ami új és mire van nagyobb kereslet, ezt sokkal inkább behoznám. Tehát amikor elkezdtem ugye múlt is karrier után saját vállalkozást, egy dohányzás leszoktató franchise módszert hoztunk be az országba, ez volt az egyik, a másik a Gerilla Networks volt. De mégis mind a kettő nagyon kicsi. Mind a kettő. Tehát akárhogy erőködtünk, abban a felállásban a cégünk árbevétele max. 200 millió volt, de akkor már minden túl volt pörgetve, akkor már így vörösen izzottak tudod a mutatók, hogy már nagyon túl pörgettük, nem volt rajta nyereség. Miért? Mert nagyon kicsi piacra léptünk be. Tehát ugyanez volt a problémánk, mint amire most megoldást javaslunk az ügyfeleknek, hogy menj a irányba, amire kereslet van. Tehát nem biztos, hogy karrier tanácsadó céget csinálni. Előbb csinálnék mondjuk utólag fejvadász céget. Tehát azoknak a fejvadászcégeknek, akik 1-2 éve korábban indultak, az árbevételük, a profitjuk annyi, mint nekünk az árbevételünk volt 1-2 éve ezelőtt. És aztán ami nálunk is eredményt hozott, hogy ezt a gondolkodást hoztuk be, hogy hol van a nagy növekedés, hol van az újdonság. Ugye nálunk 5-6 évvel ezelőtt rábukkantunk arra, hogy ilyen előfizetéses vagy tagsági rendszerbe tanítjuk az ügyfeleinket, olcsó havi díjét hozzáférnek mindenhez. Ez egy tök nagy erőség, mi ezt tudjuk jól csinálni, ez egy újdonság, főleg a tréningpiacon. Ezt akkor átültetjük a tréningpiacra. Ez viszont most már jó nyomon vagyunk, de ebbe 10 év bele kellett, mire rájöttünk. Tehát végül is a mi sikereinket is abszolút ez a kereslet-kínálat határozza meg. Nagyon érdekes, amit mondasz. Egy picit ezután elmennék abba az irányba, hogy beszéltünk az IT-ra, a digitális képességek, de nem kell mindenkinek ezt tanulni. Mit lehet még? Milyen irányba nyissanak az emberek főleg? Hát ez attól is függ, hogy ő mit szeretne. Nagyon sok ember csak szeretne egy normális munkát, hogy én itt mondom nekik a nagy víziót, és megmondják, hogy András, és meg én csak egy normális munkát akarok. Vagy valaki mondjuk külföldről jön haza, ahol vendéglátással foglalkozott, mit tudom, 6-8 évig, akkor neki egyáltalán csak egy irodai környezetbe kell egy belépő szintű állás, hogy ő lásson egy céget belülről, hogy hogy működik. Szóval ilyenkor nem feltétlenül egyből a digitális dolgokat javasolnám, hanem az, hogy akkor is azt mondom, menj olyan területekre, amire nagy kereslet van. Tehát például a pénzügyi számvitel az egy tipikus olyan dolog, ahol baromi nagy kereslet van szakemberekre. Ugye bele kellene gondolni, hogy nem csak könyvelésben, hanem számlákat egy 5 fős cégnek is kell utalni. Egy éves tervezést, pittai hitelszerződést egy 10 fős cégnél is kell csinálni. Erre már kell egy főállású ember gyakran. Akkor még a könyvelése meg adózásról nem is beszélek. Ezzel szemben például, hogyha nézem a HR-t, ugye nagyon sok szakember személyzet is HR-es akar lenni, még úgy is, hogy teljes pályamódosítást csinál, hát gyakran egy 50-60 fős cégnek nincs is HR-ese, csak e fölött jelenik meg. És ezt sokan nem látják, ezt a különbséget. Tehát például a pénzügy számvitel nagyon keresett terület. Ebben az irányba bárki, aki szeretne egy jó állást, el tud helyezkedni. A mi könyvelőirodánk is úgy vesz már fel embert, hogy figyelj, nem baj, hogy nincs végzettséged, mert tudják, hogy nem fog találni mérleképes könyvelőképesítés embert. Legyen affinitásod, és majd mi megtanítjuk neked. És például, de hogyha HR-t nézem, ott is a bérszámfejtés, tévéintézés, az a HR-en belül az abszolút hiány szakma. Sokan meg inkább így a soft HR irányába mennek a emberekkel foglalkozni. Az is jó lehet, de belépőállásként nem biztos, hogy megy. Tehát, de akár a logisztika is jó lehet, a gyártás is egy nagyon nagy terület. Tehát az a javaslatom, hogy ne feltétlenül azt nézze, hogy mi az ő szíve vágya. Ugye egy picit ömlik ránk ez a közösségi médiában, hogyha nem a hobbid a munkád, akkor valamit nagyon szarul csinálsz. És ez elvisz embereket olyan irányba, hogy a múltkor is mondtam, hogy gépész meg neki, hogy ilyen lakberendezési látványtervező szeretne lenni, mert ért a szoftverhez. És neki mondtam, hogy figyelj, van 5-6 állás ilyen az országban, nincs rá kereslet, és
nincs lakberendező végzettséged, nem tanultad, tudod kezelni a szoftvert, ez még nem lesz elég. Mit akar csinálni? A hobbiját behozni a munka, egy az egyben a hobbim legyen a munkám. És ez visz embereket tévútra. Legyen tisztában, hogy mit szeretne, de a hobbi szerintem maradjon meg hobbi, a munka meg legyen munka, nyilván szeressem a munkám, de a hobbiból munkát csinálni, ez nagy katyvaszhoz vezet az emberek fejében. Most elég sokat állásinterjúztunk itt a cégen belül, és én azt éreztem, hogy az emberek többsége nem érzi azt, hogy mi az ő erőssége, még mi az ő gyengesége. És hogyan lehet erre valahogy rájönni, hogyha nem látom belülről magamat igazán jól, akkor hogy jöjjek rá, hogy mi az én erősségem, milyen irányba induljak el? Szerintem is nehéz ez, tehát ehhez kell egy élettapasztalat. Szerintem bátran ki kell próbálni újabb dolgokat, és utána ezt elemezni kell. Én is, hogyha visszagondolok, hogy volt olyan, azokban a munkakörökben voltam jó, ahol nem volt még alkalmazottként, ahol nem volt kialakult struktúra, ahol sok volt a bizonytalanság, és akkor az én, lehet, hogy már akkor is megnyilvánuló vállalkozói szellemem nagyon jó érvényesült. Ebben még másoknak, hogyha megmondták, hogy akkor itt még nincs egyértelmű keret, akkor szétestek. Viszont mikor bementem ilyen egyfős pénzügyi elemző munkakörbe, akkor meg majd megfulladtam, és nagyon szerencsétlen voltam, mert annyira pénzügyes viszont sosem voltam. De ez csak utána rajzolódik ki. Annyi volt a szerencsém, hogy egy multi cégnél biztattak, hogy figyelj, két évente menj nyugodtan újjállásba. Tehát azáltal, hogy váltottam, sokkal inkább rájöttem, hogy igen, ez inkább nekem való, inkább nem. Ugye itt nem azt mondom, hogy mindenki váltson egy-két évente, mert nagyon sok karrier itt romlik el, hogy tapasztalt szakembereknek is tele van ilyen, de reflektáljon, akinek van már egy 6-8 éves tapasztalata, ő menjen végig a munkakörökön, melyik volt a legboldogabb időszakom, hol éreztem a legjobb magam, mik voltak a legérdekesebb projektek, és ugyanúgy a negatívat is, hogy mi az, ahol döcögtem, ahol szenvedtem. Választok azonban külön a minden munkakörbe, szerintem az első 6 hónap komplett szívás, meg szenvedés, tehát ne az első 6 hónapot néz, hanem ahol már eltelt ez az első 6 hónap, és utána is döcögősen ment, akkor ez nem biztos, hogy neked való. Ez fontos, de amit még látunk a jelöltekre visszatérve, és nem vettem be egy digitális készségek tablettát, de ugye az Excel tudásokat teszteltük egy nagyon egyszerű Excel feladattal, és szerintem 8-10 embert kértünk fel egy próba munkára, és abból egy tudta megoldani. Egy egyszerűt. És ő jött ki azzal, hogy figyeljetek, ennyi? És akkor azt mondtuk, hogy mi is ezt gondoltuk, hogy ez egy ilyen egyszerű feladat, de a többiek egy baromi egyszerű 5 perces Excel feladaton egy órát ültek. Oké, tehát, hogy valószínűleg ott azért mindenkinek van egy picit fejleszteni valója. Az elmúlt 2,5 év mentorklub tapasztalta azt, hogy nagyon fontos a hard skill, de emellett rájöttünk még egy dologra, nagyon fontos a soft skill is. Hogy látod ezt a két dolognak az összefüggését? Ugye a soft skill ez a vezetőkészség, kommunikációs készség, szervezőkészség, meg egyáltalán az önmenedzsmentet is ide sorolnám. Céltudatosság, időmenedzsment. És ez is nagyon fontos. A kettő azért nem lesz meg egymás nélkül, mert ugye, hogyha új dolgot kell tanulnom, el kell hinnem, hogy érdemes, hogy látnom kell, hogy mi ezzel a célom. Lesznek bizonytalanságok, hogy hú, ez tényleg nekem való, ebbe tényleg jó lehetek. És hogyha valaki nem képzi magát a másik oldalon, a személyiségfejlesztésbe, a kommunikációs készségfejlesztésbe, stb., akkor egyrészt vissza fog fordulni, hogy hát ez nekem úgyse sikerülhet, hát miért pont én, hát van nálam, ott vannak a fiatalok, ők sokkal alkalmasabbak rá. Tehát lebeszéli az ember saját magára, hogyha nem képzi magát önfejlesztéssel, nem hallgat pszichológiai anyagokat is. Tehát a kettő kéz a kézben jár. És másrészt, hogyha bekerülök egy új szakterületre, sokkal nagyobb az esély, hogy ott meg fogom állni a helyem, hogyha jók a soft skill-jeim, a kapcsolatteremtőkészség, kommunikációs készség. Tehát a kettőt együtt fejlesztjük. Ugye a Mentor Klubban is van egy basic modul, ahol ilyen személyiségfejlesztés, kommunikációs készségfejlesztés anyagok érhetők el, és a premium modul a szakmai képzések. Pont azért hozzuk be ezt a kettősséget, hogy mind a kettő nagyon fontos. És azt tapasztaljuk, ugye, hogy bejönnek szakemberek azért, hogy szaktudást szerezzenek, és aztán felfedezik, hogy basszus, milyen jók ezek az önfejlesztő anyagok. Igen, illetve meg, hogyha elkezdünk vezetőként dolgozni, egyre inkább fontosabb lesz a soft skill képességünk, hogy tudunk
csapatot menedzselni, mint az, hogy mennyire vagyunk jók szakmailag egy területben. Tök érdekes, erről jut eszembe, csak elfelejtsem a gondolatot, ja igen, hogy ugye van ilyen Power BI képzés, ami a Microsoftnak egy modern ilyen üzletjellemző, adatelemző szoftvere. Vannak ilyen munkakörök, de kontrollereknek is nagyon-nagyon fontos, és Power BI trénereinkkel csináltunk egy interjút. Egyébként majd velük is lesz podcast, szerintem jövő héten veszük fel, igaz? Halász Dénessel. Nagyon érdekes lesz az epizód is, biztos vagyok benne. Na és akkor kérdezték az ügyfeleink itt a csoportos interjún Dénest, hogy hogy telik egy BI fejlesztő, üzletintelligencia fejlesztőnek egy napja. És akkor én is arra számítottam, hogy hát bemegyek az irodába, sőt otthonról beloggolok, és akkor egész nap riportokat készítek, stb. Ez képest azt mondta, hogy a munkának a 45-50%-a az egyeztetés, projektmenedzsment, egyeztetés ugye vagy a külső vagy belső ügyfelekkel, akik számára ugye ezek a riportok készülnek, nekik mi az igényük, hogy tetszik az elkészített riport, van-e valami visszajelzés, mire van még szükség, tehát hogy egy adatelemző vagy fejlesztő állásnak is a fele gyakorlatilag projektmenedzsment, ez számomra is meglepő volt. Tehát ezért is nagyon fontos mind a kommunikációs, mind akár projektmenedzsment vezetői koordinációs készségek fejlesztése. Oké, nagyon sokan azt érzik manapság, hogy nem tudnak kilépni egy környezetből. Beszorultak egy körbe, amiből nincs kiút, és szinte mindenkinek az jut először eszébe, hogy hát külföldre kell menni, az egyetlen egy mentő út. Mit gondolsz erről? Csak a külföld a jó megoldás, vagy ha saját magunkat fejlesztjük, az is lehet egy ugyanolyan jó út, csak az emberek ezt nem ismerik. Hát figyelj, tapasztalt szakemberként sokkal inkább azt látom, hogy ez a külföld, ez egy ilyen, tehát egy látens probléma, tehát valaminek a lenyomata. Én is voltam ilyen időszakban, beszélek magamra, amikor elindítottuk a vállalkozásunkat, 2014 körül járunk, és ugye pörgettük, viszonylag nagyra nőttünk, de nem voltunk profitábilisak, de nagyon nehéz volt, mert egy 20-25 fős szervezet, és akkor bennem is az volt, hogy kicsi a magyar piac, menjünk Amerikába, és akkor az angol dohányzás leszoktatásban az angol jogtulajdonosa már arról tárgyaltam, hogy Amerikában majd egy-két államra megveszem a franchise-t. És így utólag visszagondolva, ez tök nagy csapda volt, mert már itthon bizonyos fejlesztéseket nem úgy csináltam, mert én úgyis kijönnek majd Amerikába, de aztán rájöttem, hogy figyelj, hogyha itthon ez, ahol itthon vagyok, és ahol már csinálom 3-4 éve, nem sikeres, vagy nem kellően sikeres számomra, mert sikeres volt, mert több ezer embert szoktattunk le, akkor Amerikában ez még nehezebb lesz. És ugyanez a helyzet karrierben, aztán végülis nem mentem ki, mert úgy gondoltam, hogy figyelj, itthon is kell tudnom érvényesülni, és aztán felgyűrtem az ingójat, és megoldottuk. De sok szakembernél, akár így a politikai dolgok miatt, akár a munka miatt felmerül a külföld, és azt gondolom, hogy hasonló csapda helyzetbe kerülnek. Miért? Mert külföldre igazából 4 szakterületen lehet kimenni színvonalas állásba, tömegével. Tehát amire azt mondom, hogy fél valószínűleg sikerül. Nyilván van ezen kívül is egy-egy példa, de az tényleg egy-egy kivétel. Tehát mire lehet jó kimenni? Informatikusoknak nyilván, orvosoknak, mérnököknek, szakmunkásoknak. Ez az a 4 terület, ami úgymond az ember szakmájának megfelelően tud külföldre kimenni és ott dolgozni. Nagy valószínűséggel. Most ez rajtuk kívül, ugye milyen állásba lehet kimenni, ami nem feltétlenül jó állás. Ki lehet menni vendéglátásba, ki lehet menni futárnak, raktárba dolgozónak, gyári melósnak, de ezek nem jó állások. Ilyenkor gyakran munkásszállókon laknak, de hogyha nem is munkásszálló, nem tud olyan életszínvonalon lakni, amit ő elképzelt magának. De ugye aki elsősorban ki akar menni, ők nem ezekről a szakterületekről jönnek, amit mondtam, hogy a 4, hanem valami más területről, és nekik azt mondom, hogy figyelj, ahhoz, hogy kimenj külföldre, ahhoz ugyanúgy ilyen modern ismereteket kéne szerezned, de hogyha ezt megszerzed, akkor Magyarországon is kereshetni 1 millió fölött, akkor pedig már valószínűleg a kimenetelnek a fő motivációja meg is szűnne. Én azt mondom, hogy jó ötlet lehet a külföld, ilyen 1-2 évre mindenkinek javaslom, aki még nem élt külföldön, nekem is, hogy éltem külföldön, ez egy nagy pipa, meg élettapasztalat. Fiataloknak szerintem könnyebb, akik egyetem után vannak, mint én 24-25-30 között,
akár egy picit hosszabb időre is, vagy akár hosszabb távra is, kinek mi a preferenciája. Tapasztalt szakembereknek inkább azt mondom, hogy jobban járnak, hogyha itthon érvényesülnek, és van is rá lehetőség. Oké, ebben a részben is mondtad, hogy tanuljanak informatikus, vagy tanuljanak ismereteket. Egy picit visszakanyarodnék így a Mentor Klubban lévő új tréningekhez, képzésekhez, amit az elmúlt 2,5 évben elindítottunk. Ezek közül mi az a 2-3, amit szívesen kiemelnél, ami szerinted egy nagyon hasznos képzés most a Mentor Klubban belül? Figyelj, nehezet kérdezel. Mi volt ugye a te szívszerelmed, amit meg akartál valósítani a Mentor Klubon belül? Gyakorlatilag minden. Tehát nagyon jó, hogy most már szerintem 40-50 külső trénerrel dolgozunk együtt, akiket az alapján választunk ki, hogy egyrészt legyenek nyitottak az együttműködésre, másrészt, hogy nekünk is szimpatikusak legyenek, és hitelesek legyenek abban, amit csinálnak. Hogy mi a kedvencem, nem biztos, hogy kiemelnék ilyen. Inkább azt mondom, hogy büszke vagyok az agilis képzésekre, büszke vagyok a Power BI-ban, én is nagy lehetőséget látok. Az automatizációban nagyon nagy lehetőséget látok, most jön a Power Automate kurzus. De hogy ne csak digitális készségekről beszéljünk, aki gyártásban szeretne kiemelkedni, a Lean, a Six Sigma is tök jó lehetőségeket kínál. Tehát mindenkinek igazából saját magának kell megtalálni, amit talán. Engem ami lelkesít, az a tanulás. Tehát, és tudom, hogy nagyon sokan vagyunk így, hogyha tanulok, akkor megvan ez az érzés, hogy fú, ez a pozitív izgalom. De sokszor nincs meg, hogy mit és hol tanuljak, és azért vagyok büszke a Mentor Klubra, hogy egy olcsó tagságdíjért korlátlanul elérhetőek ezek a képzések. Ugye ilyenkor azt mondom, hogy ez a tanulás, sok ember mondja, hogy persze élethosszígtartó tanulás, és aztán kérdezem, hogy és milyen szakkönyvet vettél mostanában, milyen szakkönyvet olvastál? Hát mostanában nem igen volt rá alkalma, inkább logcikkeket szoktam olvasni. És milyen tréningen voltál mostanában? Hát a munkáltatóm igazából nem küldött sehová. Tehát ilyenkor gyulladjon ki mindenkinek a piros lámpa fejébe, tehát ne áltassuk magunkat, ha nem mész el szakmai képzésekre, nem csak szakmai képzésből lehet, szakkönyvekből is, hangos könyvekből rengeteget tanulok, szakmai hangos könyvekből, de hogyha nem veszek könyveket, nem megyek el tréningekre, az, hogy blogcikkeket olvasok, az nem önképzés, az tájékozódás, de nem önképzés. Tehát pedig ott van rengeteg videós anyag. Közelmúltban volt egy fiatal grafikus UX/UI designer hölgy, jött, és mondja, hogy egy technológiai cégnél dolgozik, ahol a cég ilyen 350-400 ezer forintos önfejlesztési büdzsét biztosít minden munkavállalónak, hogy ő ezt a pénzt minden évben olyan tréningre költheti, amire akarja. És tudod, mit mondod? Hogy az emberek nem használják ki a keretet, mert nem tudják, hogy mit tanuljanak. Vagy nem látják igényét, nem tudom. De ott van neki, ingyen adja a cég, hogy itt van 350-400 ezer forint, és ő pedig hagyja az elveszni. Tehát, hogy ez nekem fáj. Meg azt mutatja, hogy nagyon sok szakember nem jött rá, hogy nem iskola rendszerű, nem hosszú képzésekbe kell tanulni, mert az rengeteg energia, kikéreckedni a munkára, vizsgára elmenni, mit tudom én. Gyors talpaló, így hívom ezeket a célirányos, rövid szakmai képzéseket. És ez nem csak álláskeresőknek jó, ez leginkább azoknak is jó, akik állásváltáson gondolkodnak, sőt, leginkább azoknak, mert hiszen fél év múlva, hogyha valahol akarok menni dolgozni, nagyon jól néz ki az, hogy én valamiben már tettem energiát, esetleg így tudok váltani másik területre. Ez mindenkinek jó, de ez figyelj, bennem sem volt meg. Tehát mikor multinál dolgoztam, és SAP projekt koordinátor lettem, SAP-t vezetett be a cég Nyugat-Európába, meg hoztak át munkaköröket Budapestre, ezen a projekten dolgoztam, fingom sem volt, hogy mi az az SAP. Tehát felhasználóként dolgoztam vele, mit tudom én, másfél éve, de milyen moduljai vannak, azok hogy működnek, és úgy voltam, hogy nem baj, majd menet közben betanulok. És ez így is lett, de miért nem egészítettem ki azzal, hogy figyelj, már nézzük már pár SAP tréninget, vagy oktatóanyagot. Nyilván 2004-5-ben még nem volt ilyen. Most van rengeteg lehetőség. LinkedIn Learning, Coursera, RDX, Udemy, és akkor még a Mentor Klub
tucatnyi dolgot fel lehetne sorolni. Úgyhogy én is magamat is hibáztatom, aztán egyszer csak leesett a tantusz, remélem, hogy sok más embernek leesik a tantusz. Igen, nagyon sokan azért nem kezdenek ebbe bele, mert 150-200 forint egy ilyen 3 hónapos vagy 4 fél éves tanfolyam. Itt a mentorklubon belül pedig belép, belenéz, és akkor érzi ezt a zsigeri érzést, hogy na akkor én ezt most akarom, vagy nem akarom, tetszik, nem tetszik. Igazából nincs ez a nagyon nagy összeg, amit elveszíthet ebben. Igazából csak meg kell győznünk magunkat afelé, hogy a tanulás, az önmagunkba való munkabefektetés az igazából meg fog térülni. Ebben hihetünk? Igen, de ehhez ugye talán, ahogy beszélgetünk, még egy dolog jut eszembe, hogy az is kell, hogy ezt el kell tudnom adni. Tehát az, hogy elvégzek valamit, és odabigyeztem az önéletrajzom legaljára ezt a plusz képzést, az nem ér semmit. Tehát ezért lesz, itt kapcsolódik össze a karriertanácsadás, meg az önéletrajzírósdi ezzel a képzésekkel, amit a mentorklubban kínálunk, hogy megtanítjuk az ügyfeleinket, hogy hogy írjon önéletrajzot. Nem onnan indult az egész, hogy csináljunk egy mentorklubot, mert miért, hanem hogy elkezdtem a Udemy-t, a LinkedIn Learning-et, az RDX-et, kurszerát javasolni ügyfelekkel, hogy figyelj, végezz el ott egy képzést, és ilyen meg ilyen módon tudod hangsúlyozottan betenni az önéletrajzatba. Akár már a fő címbe tudsz az önéletrajzatnak címet adni, mit te. Controlling, tapasztalt controller, pár BI ismeretekkel. Már ki is emeled az elvégzett, mit te, 6-7-es képzést, már is beteszed egy fő vonzerődnek. Ki tudod emelni főberűségek bullet pontba. A LinkedIn profilodba is ugyanilyen hangsúlyosan meg tudod jeleníteni. Tehát azt gondolják szerintem sokan, hogy figyelj, most elvégzem, jó tanulom, de most olyan sok jelentősége nincs. Nagyon nagy jelentősége van, hogyha ezt így fókuszba teszed. Itt jön be a LinkedIn profil, meg az önéletrajzírás, és itt látom ennek az óriási erejét, ezért is vagyok ennyire lelkes. Szuper. Igen, én érzem a másik oldalt is, amikor ilyen mondatokat hallunk, hogy Lean, AWS, Cloud, ezek olyan messzi távolinak tűnnek, hogy ezek nekem való dolgok, hogy én ezekkel próbálkozzak, ebből nekem hasznom lesz. És igazából ez hiányzik talán, hogy az emberek többsége nem látja azt, hogy ezek a jövő technológiái, jövő ismeretei, ami nélkül nem nagyon lehet előre haladni, vagy igazából ezek a területek, amiket ismerni kell, talán többet is érhet, mint egy diploma. Egy alapdiplománál nem, egy alapdiploma szerintem ez nagyon fontos. De hogyha valakinek nincs diplomája, akkor ahelyett, hogy sóvárok, hogy hú, miért nem csináltam, és akkor most én 46 évesen beiratkozzak-e valahová, akkor azt mondanám, hogy figyelj, nem, most már nem az az út, akkor végezd el ezeket. Hogyha van diplomája valakinek, akkor ne egy másod diplomát akarjon, vagy harmadik diplomát, hanem akkor is szakmai képzésekbe gondolkozom. De hozzunk csak a marketinget példaként. Ugye annyira felértékelődött a digitális marketing szerepe, egyrészt mert mindenki rengeteg időt tölt a kütyüvel, tehát sokkal többet most már, vagy legalább annyit, mint tévé előtt. Nem olvasunk újságokat, tehát az online média szerepe felértékelődött, vagy nagyobb hangsúlyt kap az emberek életében, és az online marketing emiatt nagyon fontos készség lett a munkáltatók részéről. Na most jönnek olyan ügyfelek hozzám, hogy gyönyörű tapasztalata van. Tehát a legnagyobb cégeknél, tehát egy ilyen Coca-Cola, Pepsi-Cola, Procter & Gamble típusú önéletrajz szerűségük van, jobbnál jobb pozíciókkal, de nincs online marketing ismerete. Nem tudnak elhelyezkedni. A Covid óta, Covid előtt még csak Covid óta digitális marketing készségek nélkül egy marketingesnek nem lehet elhelyezkedni. Tehát azt meg kell szerezni, ha én pénzügyesként, ex-pénzügyesként meg tudtam tanulni, akkor ezt más is meg tudja tanulni, és ezt meg lehet tanulni. Tehát ezért szerintem extra fontos, és 10-szer inkább javaslom valakinek, hogy tanulja meg ezt jó válogatott forrásból, semmint az, hogy beiratkozzon egy másodiplomás, mit tudom én, milyen marketing képzése. Mert ugye mi a különbség, hogy a lányod példáját mesélted, oké, hogy szakközépiskolába nézegeted, ugye gimi, szakközép, stb. És mondtad, hogy online marketinget is oktatnak, és amikor megkérdezted, hogy mit, akkor kb. Ilyen Kotler-féle 4P-vel jöttek, ami minden csak nem digitális marketing. Itt is lehet használni, de alapvetően... Fel is kértek oktatónak. De én ez a benyomásom sok egyetemi képzésre is, hogy nem elég napra kész. És például ugye kérdezted, hogy mire vagyok büszke? Arra vagyok büszke, hogy baromi hitelesek az oktatóink. Például ugye
mi is több százmillió forintot költöttünk már Facebook hirdetésekre, Vicsei Gábor, külső Facebook szakértőn keresztül, aki sok-sok más cégnek a Facebook hirdetéseit kezeli. Tehát, hogyha őt felkérjük, hogy figyelj meg, Gábor, tarts már létszi egy Facebook hirdetéskezelő tréninget, csinálj már egy Facebook hirdetéskezelő oktatóanyagot, úgyhogy ő elköltött több milliárdot, és az ország egyik legjobb Facebook szakértője, akkor tudom, hogy az jó, tőle érdemes tanulni. És sokszor ugye az van, ugyanez az AdWords, Google Ads, Linda, a Google Ads szakértőnk, konferenciákon ad elő, látjuk a mi közös együttműködésünkben, hogy nagyon jó, amit csinál. Tehát tőle érdemes tanulni. Én azt látom, hogy sokszor ugye van ez a mondás, hogy aki tudja, csinálja, aki nem tudja, tanítja. Sokszor tényleg olyanok tartanak képzéseket, akik nincs gyakorlati tapasztalatuk azon a területen, inkább úgy az elméletet tanítják, a gyakorlatot nem tudják tanítani, de ugye most mi kell a munkáltatónak? A munkáltatónak gyakorlat kell, hogy figyelj, odaültetlek, és el tudj igazodni, tudj létrehozni egy Google Ads kampányt, tud kezelni a Facebook hirdetések, nem elég az elmélet, nekem a gyakorlat fontosabb. Na, erre büszke vagyok, hogy megtaláljuk, meg ez egy fontos elvünk, megtaláljuk, hogy gyakorlati tudással rendelkező szakértőket. Igen, abszolút ilyen trénerek dolgoznak nálunk, vagy tanítanak nálunk, akik valós életben is csinálták ezt, és utána lettek trénerek, akár említhetném Vabrik Gábort is, aki úgy tanít vezetőképzést nálunk, hogy a Diageo-nak volt a pénzügyi vezetője, ha jól tudom, vagy a Vodafone-nak is vezetője. Diageo-nak is, Vodafone-nak is, igen. És olyan tudást ad át vezetőként, amiből én is folyamatosan tanulok, és így szívom magamba. Ugyanilyen fontos tudás, ez egy kicsit nem annyira hard skill tudás, hanem soft skill-es, de ugyanannyira nagyon fontos. De akár olyan kommunikációs, vagy tárgyalás taktikai. Most nem akarok nagyon belemenni. De... Csak Gábornál maradjunk meg. Okay. Egy pillanat, de megpróbálom úgy mondani. Mesélj Gáborról. Megpróbálom úgy mondani, hogy ne egy valakit megbántsak. És na, miről van szó? Gábor kitűnő vezető, tehát ilyen 100-200 fős csapatokat, igazgatóságokat is vezetett, úgyhogy nagyon-nagyon eredményes volt, és imádták az emberei. Egy munkahelyen dolgoztunk, van egy szűk baráti társaságban mindketten tagok vagyunk, még régi Diageo-s menedzserek, egykori menedzserek járunk össze, tehát ő a nagybetűs vezető, aki ráadásul nem csak hogy a igazgatóság tartott annak, hanem a csapata is, mindenhol. És hogyha ő tart tréninget, vezető, hogyan legyél jó csoportvezető, hogyan vezess eredményesen, hogyan vezess nagyobb csapatokat, akkor szerintem ez 10-szer többet ér, mint ahogy legtöbbször most tényleg elnézést, hogyha valakit megbántok, de legtöbbször HR-esek tartanak vezetői tréningeket. HR-esek, akik maximum 4-5 fős csapatokat vezettek. A HR nagyon közel van, tehát rálát, hogy hogyan kéne jól vezetni, de ő mégse vezetett 100-200 fős csapatot, de hogyha szétnézek akár a magyar tréning piacon, akkor a vezetői képzések. Nem tudom, ennél jobban ebben a témában nem mennék bele, mert semmi bajom a HR-esekkel, sőt, nagyon tisztelem őket. Kiválasztásban 10-szer jobbak, mint mi vagyunk, ugye. De ez csak egy fontos elvünk, hogy találjuk meg a hiteles trénereket. Meg mi is ugye igyekszünk hitelesek lenni. Köszönöm szépen, hogy megosztottad a tapasztalatokat a trénerekkel. Szerintem is nagyon fontos, hogy egy kicsit megnyissuk az embereknek is a figyelmét a felé, hogy miért is csináltuk a mentorklubot, és milyen trénerekkel tartjuk. De nem mehetek el amellett a tény mellett, hogy ez az első podcast adásunk, és hogy ennek is egy hosszú múltja van, hogy már mióta szeretnénk ilyet csinálni, és ezt megvalósítani. Igazából egy picit visszakanyarodnék ehhez, hogy miért is hoztuk létre, mit akarunk mi ezzel a podcasttal csinálni, és hogy miért kezdtük el ezt most csinálni veled. Nem csak azért, mert most mindenki podcastot csinál. Sőt, ugye mi azért hány éve, 5 éve folytatunk, 5-6 éve tudatos tartalommarketinget. Itt van Lilla kollégőnk is a szobában, aki a tartalommarketing menedzserünk. Ugye 2016-ban jöttél, Lilla, 16-ban csatlakoztál. Tehát azóta heti stabilan, minden héten 2 blogcikket írunk, aminek a nagyon nagy része vadonatúj tartalom, jó tartalom, sok energiát teszünk bele. Tehát
a tartalommarketing ugye nagyon fontos, hogy bizalmat építünk azáltal, hogy megosztjuk a tapasztalatunkat, hasznos tartalmat adunk ingyen is. És ezt szeretnénk kibővíteni. Keressük a formátumot, ugye podcast, mennyiben podcast egy videós adás, de ha már beszélgetünk, akkor miért ne csinálnánk róla videót, úgyhogy ez egy videós podcast, de amit én gondolok, azt ugye mi Lillával összehozunk cikk formájával. De az igazi célunk a Gerilla Karrier podcasttal, hogy a külsős trénereink, partnereink véleményét is el tudjuk hozni ügyfeleinkhez hozzátok. És próbáltuk ezt többféle formában, hogy cikkírásra kértük fel őket, de nincs nagy, többségüknek nincs nagy gyakorlatuk cikkírásban. Van, aki kitűnő író, de azt láttuk, hogy picit nyögvenyelős. De mégis olyan értékes tudással rendelkeznek, mikor beszélgetünk, akkor a héten is beszélgettem egy agile coach-sal, meg Scrum Master-rel, és mondta neki, hogy de kár, hogy nem volt benyomva a Zoom-on a felvétel, olyan szuper dolgokat mondasz. És ezt szeretnénk elhozni a podcasttal. Lesznek interjúk, ugye én is, ha picit jobban belerázódok, hogy ilyen formában is, akkor biztos lesz, hogy csak így bekapcsolom a kamerát, ha Zsolt itt hagyja, vagy a mobilomon, és akkor csinálok ilyen egyszemélyes podcastot is, de alapvetően azért hoztuk létre, hogy a partnereinket, trénereinknek a tudását, tapasztalatát elhozzuk ügyfeleinknek. Úgyhogy sok érdekesség jön, egyből utánunk felveszünk ugye Lean Pár Imrével egy beszélgetést, Imreét szerintem nagyon sokan ismerik, nem csak a követőink közül, de a Gerilla Mentor Klubnak az egyik sztár, trénere, előadója, zseniális pszichológus, és nagyszerű előadó. Úgyhogy ő lesz az egyik következő, de ugye jövő héten Halász Dénes, pénteken Grünwald Péterrel beszélgetünk, aki egy IT szakember, vezetőfejlesztő. Úgyhogy ilyesmi beszélgetések jönnek, alig várom. Ja, de nem csak én sem, ez nagyon fontos, hogy a cégben ezt előre szólunk, hogy a cégben egy ilyen szűk keresztmetszet vagyok. A munkatársak tudják, hogy ami rám vár, az gyakran húzódik, nem azért, mert nem akarom csinálni, nem picit túlvállalom magam, meg az időmenedzsmentben még nekem is van mit fejlődni. És Viki kolléganőm is, ugye te is fogsz ilyen beszélgetéseket folytatni, Lilla interjúvolja meg ilyen szép magyar kifejezéssel, szóval Imrét. Kicsit megismertek majd minket is. Igen, megismertek a csapatot, tehát annyi különbség lesz, hogy ez nem a barát, hanem elsféle podcast lesz, hanem tényleg ez a Gerilla Karrier podcast, ahol többen közreműködünk majd az adások előállításában. Hát nagyon szépen köszönöm ezt az első beszélgetést. Szerintem nagyon sok embernek felnyitottuk a szemét, ítottam ott a karriertervezés kapcsán. Úgyhogy köszönöm szépen a mai beszélgetést. Nektek pedig azt üzenem, hogy hamarosan következik majd Lean Pár Imrével és egy podcast, az lesz a következő, de hogy mikor fog megjelenni, azt még a jó Isten tudja, de hamarosan kiküldjük majd számotokra is. Köszönöm szépen. Köszi, Viki, meg köszi, hogy ugye te is nagy szerepet vállaltál abban, hogy ezt a projektet is elindítottuk. Nem csak én, a Lilla is. Lilla is, ez egy hármas közös erőfeszítés, és Zsolt is, aki a videós technikus kollégánk, úgyhogy... Akkor elindulhatunk? Elindultunk, így van. Jó, örülök mindenkinek. Sziasztok! Ciao, sziasztok. Hello, hello.